Egy listával érkezett a tanévindító szakmai konferenciára a helyettes államtitkár, hiszen szeptembertől megvalósítják azokat a szakmai változtatásokat, amelyben a pedagógus szakszervezetek és az államtitkárság megegyezett. Ezek már jogszabályba is kerültek. Többek között csökkenteni fogják a diákok óraterheit. Az OFI erre több mint 300 tanmenetjavaslatot tett közé, amelyből válogathatnak az iskolák. Foglalkoztatási kérdésben, az iskolában való bentartózkodás ügyében az iskolaigazgató kapta meg azt a jogot, hogy döntsön arról, hogy hogy szabályozza, meddig kell az iskolában tartózkodniuk a pedagógusoknak. Az osztályfőnöki, diákönkormányzatot segítő munkát végző tanár, munkaközösségvezető tanár munkaidejéből 2 óra beszámítható a nevelési oktatással lekötött munkaidőbe, hogy néhány példát soroljak ezekből. Ezek már mind jogszabályba kerültek. Július 1-től átalakult a Klebersberg intézményfenntartó központ, országosan 58 tankerület működik. A tankerületek adósságát már korábban rendezte az állam, nagyobb önállóságot kapnak majd szeptembertől, illetve 2017. januárjától pedig át fogják venni az iskolák működtetését. A 3000 lélekszámnál kisebb településeken az államintézmény fenntartó központ volt eddig is a működtető. A 3000 fölöttinél csak ott működtetett az államintézmény fenntartó központ, ahol ezt a település nem vállalta. Most ez egységesen, generálisan lélekszámtól függetlenül mindenütt 17. január 1-től az államintézmény fenntartó központ fogja működtető feladatokat is ellátni. Tehát a gázszámlát ő fogja kivitelt kifizetni, a krétát ő fogja venni, a projektorban az izzót neki kell kicserélni, erre utal az előbb, hogy ez most nem lesz vitás kérdés. A beiskolázási számokból az látszik, hogy több férőhely van mindenhol, mint amennyi a tanulók száma. Évről évre kevesebb a gyerek a köznevelésben. Ezt főként a középfokú intézményekben tapasztalják. Országosan 210 ezer gimnazista és 110 ezer szakgimnazista és szakközépiskolás kezdi meg tanulmányait. A helyettes államtitkár elmondta, körülbelül ugyanannyian tanulnak majd gimnáziumban, mint a másik két iskolatípusban összesen. Elhangzott az is, hogy a szakképzés átalakítása, a szakmatanulás presztízsét továbbra is szeretnék növelni. A szakgimnáziumok kerettantervét igaz, hogy nem foglalták még rendeletbe, de időben elérhető volt az OFI honlapján.